Wow! Ismét egy friss vibe. Itt az ideje belecsapni a dolgokba. Üdvözlök mindenkit ismét a szóló világában. Folytatjuk a szóló sorozatunkat, és belevágunk ismét egy új kalandba. És kicsikét állítottunk a hangerőm. Bent van az új patch. Milyen kis simán mozog a karakterünk. Minél gyorsabban bele kell kezdenünk a dolgokba, hiszen nincsen időnk tökölni. Azonnal szednünk kell hempeket, meg minden egyéb finomságot. Jelenleg Rastafeed EU Smallon vagyok, vagy csak sima Smallon. Körülbelül 150 ember van fent jelenleg, hiszen fullon van a szerver, tehát éppen, hogy nem kell sorban állnom. Kicsikét laggol is egyébként, kicsikét nagyobb pingje, olyan 140-es a pingje körülbelül, ha jól láttam. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel mit fogunk majd kezdeni. Természetesen boldogulni fogunk ettől függetlenül, úgyhogy készítünk is egy térképet és megnézzük, hogy hol vagyunk, bár itt a kikötő, ezt látjuk. Szerintem mi éjszakra fogunk menni, mert ez nem igazán tűnik havas tájnak. Hello, disznóka, elég érdekesen futsz. Bent van egyébként az új AI. Megtámadta a gyereket a malac. Tehát az új AI bent van, és a malac támad. Így van, és ez az idióta játék megint kivette a... Minden egyes Force Vibe-nál kiveszik a rohadt térképet. Tehát itt vagyunk a Silver Bench-nél, az nem is olyan rossz. Elmehetnénk akár erre, ide, az jó lenne. Mondjuk annyira nem kéne havas. Mondjuk ide? Volt ott, az viszont puci spawn hely. Itt van a gömb. Menjünk el erre. Még egyelőre nincsen ötletem, hogy hova megyek. Wow, ne menjünk be a radba. Nincsen egy konkrét elképzelésem, hogy hova megyek, de keresünk valami jó helyet. És úgy látom, hogy szedtünk össze elegendő fát ahhoz, hogy csináljunk egy ilyet, úgyhogy azonnal csinálunk is egy ilyet, és előny próbálunk kovácsolni. Lehet, hogy nem egy ilyet kéne, hanem mivel van elég fánk, tudunk csinálni egy hecsitet. Csináljunk egy hecsitet, és utána csinálunk ezekből egy ilyet. Ezt a szarvaspapát hanyagoljuk, mivel hogy eléggé agresszívnak tűnnek mostanában az állatok. Úgyis, hess, menj a picsába. És útközben csapunk néhány fát, gondolkodom a satellite is mellett, hogy ide költözök. És azt szerintem jó is lesz, vagy ide a water treatment mellé, megnézzük, hogy ez a környék mennyire barátságos. Viszont attól tartok, hogy az is szintén egy spawn hely. Hát nem tudom. Röpkefa vágás. És készítjük is az íjunkat. És gondolkodom, hogy csinálják egyből nyilvesszőket, vagy még szedjek egy kis követ. A gömböt hogy a picsába lát? Ja, hát úgy, hogy el kell mennem itt a satellite, mert állam, ott van egy gyerek. Ja, ráadásul. Akkor őt egy kicsikét most elkerüljük. Imádom ezeket az új hangokat, srácok, valami rohadt jók. Hallgassátok. Ahogy megy a hóba. Zseniális. Tehát ez, fú, ez nagyon tetszik. És hogy minden, elvileg minden ruházat, minden cipő és minden egyéb szírszar máshogy hat. Tehát ne. A gyereket megette a farkas. Ú, ez tetszik, hogy félik el az állatoktól. Ez nagyon komoly. Ott volt a srác. Szerintem békén hagyjuk, hogy menjen amerre szeretne. Mondjuk arra fele megy, amerre én szeretnék. Ez mondjuk annyira nem tetszik. Csináljunk egy sleeping baget. Arra ugyanis még van keret. Szerintem ha itt élnék, ez tökéletes is lenne. Közel a parabolákhoz. És van itt nyersanyag is, ami mondjuk mindjárt kiderül, mennyire van. Annyit félek tényleg, hogy ez itt spawn hely, szóval... Jó, elüldöztük. Igen, itt is van egy gyerek, nem jó. Túl közel vagyunk a spawn helyhez. Mentebb kéne haladnunk, ez itt nagyon idegesítő lesz. Á, hát ez itt borzasztó rossz. Aló, átmegyünk oda, mining outposthoz közel, nem vagyunk jó helyen. Azt hiszem, hogy megtaláltam a tökéletes helyet számomra. Ez itt teljesen jó lesz. Elkezdünk csinálni egy ládát, amit nem tudunk. Itt leszünk valahol közel ez a barlanghoz. Akár itt közvetlenül szembe. Lehet, hogy itt leszünk itt lent ezen a placon. Itt van kő, van fa. És szerintem nyugodtan is tudunk farmolni. Úgyhogy már készítjük is a ládát. Hagy valami értelmeset. Ó, Istenem. Hey, na mindegy. Láttam valahol egy medvét, azt meg le kéne csapni.
Hallom, hogy itt csoszognak az állatok, csak nem látom őket. Azt a rohadt életbe, de tankos lett a farkas. És mi ez az új vérzési... Ú, ez nagyon jól néz ki. Oké, srácok, igazság pillanata. Megépítjük a bázisunkat. Hogy is lesz? Á, így. Ez egy ajtó. Így. Jó, jutott mindenre kő. Igazából le tudjuk tenni a blokkolónkat is. Át tudjuk craftolni a lovegrade-et, és tudunk csinálni sütőt, és még marad is eszközünk, marad fánk. Fánk, és ez elég lesz? Hogy ne? Elég lesz, ja, mert hármasával adja. Jó, elég lesz, megvan a kulcsunk, vagy négyesével adja a hülyeséget. Mindegy, kicsikét parázok most, úgyhogy nézzétek el tőlem. Ezáltal fogunk tudni csinálni sütőt, lesz egy kódlokkunk, és akkor meg vagyunk mentve. És voilà, elkészült a campfire-ünk, elkészült a sütőnk, amit szépen megpakolunk fémmel. Hú, de jó vagy. Egyébként tetszik ez, hogy villog az inventory. Olyan kis cuki hatást kelt. Most ide leteszünk egy campfire-t. Szokásos módszer. Ezzel fogjuk tudni előzni, hogy kemperik az ajtónkat. Hogyha a komfort szintünk 50% felé megy, akkor valaki van az ajtónk előtt, amit egyébként kétleg. Mert direkt csináltam egy kis emelvényt, és ebbe pedig kisütjük ezt a dobozkát, így hamarabb meg lesz a kódlokunk, hamarabb ki tudunk menni. Ez nekünk mindenképpen jó. Csinálok egy spear-t, hiszen találtam kint egy hálózsákot, amit le akarok ütni. Plusz szükségem van új hatchetre is, ha jól látom. Yep, szükségem egy új hatchetre is. Csinálunk még szerintem két ládát. Vagy ráhajthatunk egyből az airlockra, igazából az is jó. De ettől függetlenül az airlockot is meg fogjuk tudni csinálni, sőt, meg is csináljuk az alapját, remélem a campfire útban van. Természetesen a campfire útban van. Hát whatever, ez most egyenlőre itt marad. Vagy nem marad itt. Úristen! És el is készült a kódlokkunk. Megpróbálunk minél gyorsabban felvarázsolni egy... saját kis számzáras ajtót. Ezzel igazából meg is volnánk és nyugodtan el tudunk lenni. Láthatjátok, kész van az ellökó, és ezen még ugyan nincsen kódlok, de hamarosan lesz ezen is. Ide rakunk pici ládákat. Ezek itt remélhetőleg nem lesznek annyira útban. A kinti cuccokat majd egyébként be fogjuk hurcolászni, hiszen sok dolog maradt még kint. Ezt magammal viszem, szerintem ezeket a szövet, nincsen szükség, nincsen szükség. Meh, hát ezt nem tudom, hogy magammal vigyem-e. Ezt magammal viszem, mert lehet, hogy még szükségem lesz building planre. Nem tudom, hogy működik az új állat AI. Hogyan reagál az építményekre, bár elvileg ugyebár nem kéne átmászniunk alatta. Vagyis hát pontosabb, hogy átmehetnek alatta, csak nem mászhatnak fel, meg nem üthetnek szét, meg nem lógnak bele a foundationbe, úgyhogy ezek egészen hasznosan újítások. Még most is egyébként körülbelül éjfél van. Ugyanis 10 után jött ki az a rohadt patch, és hát elég sokat szívtam vele. Szívtam a fogamat, hogy mikor jön már, amikor már kiposztolták a playrest.com-ra, már egyszerűen tükön ültem, hogy a Steam is aktiválja már azt a rohadt update-et. Körülbelül még 20 perc késés volt a playrest.com és a Steam szinkronizációja között, tehát körülbelül ennyit kellett még feleslegesen itt ülnöm szintén. De nagyon beleszerettem volna kezdeni ebbe a szólóba, és őszintén szóval nagyon gondolkodom, hogy hogy az Istenbe valósítsam meg, hogy én ebből holnap Deathbook bemutató videót is csináljak, ugyanis most csütörtök van, és a holnapi program a következő. Én megyek csütörtökre. Gyerekek, láthatjátok, kicsit éjszaka van. Tehát én megyek délben,
egy ilyen családi jellegű ebédes témára. És hát az valószínűleg egészen kis, de utána el fog tartani, utána pedig este születésnapra vagyok hivatalos egy buliban, ahol kellő mennyiségű italfogyasztás fog megtörténni valószínűleg. És másnap valahogy össze kell szednem magam, úgyhogy szerintem ebből pénteken videó nem lesz, és szombaton is szerintem csak este. Tehát ez a videó, mire kikerült, már valószínűleg réges-rég láttátok, sőt lehet, hogy már az ott egy másikat is. Úgyhogy ezzel talán hiába is traktálok titeket. Na, de megvan mindkét ellokunk, és nem tudom, hogy kezd-e már kivilágosodni, határozottan kezd. Úr egy isten, srácok, nézzétek, mi van itt! Az most egy 10 fős, nem? What the fuck? Az egy... Értem. Hát ő... Jó. Azért... Jó. Nem szeretném minőségi szavakkal illetni azokat az embereket, akik vannak annyira gerinctelen szaréletűek, hogy 5-6 emberre jönnek fel egy Lovepop, egy úgynevezett small vagy Lovepop szerverre. 150 fős szerverre feljönni ennyi emberrel, tesó? Gratulálok! Tehát a Rastafit, ami köztudottan arról híres, hogy minden, elvileg minden csoportnak kínál lehetőséget játékra, hiszen van egy csomó fajta típusú szerverük, és nem. Hát jó. Van, aki így játszik, látjátok. Támad az erk. LOL! Woohoo! LOL, ne! Szegény csávó! Szegény csávó! Baszki! Jaj! Úristen! Annyit láttam csak, hogy valaki itt áll. Azt hittem, hogy rám fog lőni. Mint hogy erre célzott volna, de nem. Ezt nem vettük el mindegy. Szegény! Baszki! Na, megszívta. Én viszont jól jártam. Ezzel szerintem a sütőmet tudom járatni tovább. Minél hamar a fémajtóra tudjuk cserélni ezt a kis víz, a kis satnyajtót. Igen, igen, szépen nő. Tudunk csinálni. Egészen biztosan egy ilyet, és tudunk szerintem még clothing. Clothing, clothing, egy ilyet is. Viszont a srácnak a cuccáért. Nálam van egy a csontkésni. Boom, bitch! És ettől függetlenül fel fogjuk vágni a farkast is természetesen. Nem vagyunk restek. Ez a csáva egyébként egy... szép forma kis medvét vagdosott, ha jól láttam a inventory alapján. Ezzel igazából megvan a... love grade-ünk is. Jó! Ezt nem ütjük szét, mert ebből csinálunk egy farkas sisakot. Erre természetesen viszont nincsen szükségünk. Ezt fölkapjuk. Van-e kint valaki? Knock-knock. Nincs.
Közben bubci favágás közben, mi? Ez értelmes mondat volt. Gondolkodtam tehát, hogy ezt a falat itt butaság volt lerakni. Mert erre fele... Jó. Végül is, így is megfelel. Ezt meg majd leütjük. Jó, ezzel még gondolkodom, ezt lehet, hogy le fogjuk ütni. Sőt, biztos, hogy le fogjuk ütni. Ja, azt tudja, hogy le fogjuk ütni, hiszen valamerre kell csinálni egy hedge feljárót is. De akár lehet itt közvetlen a bejáratnál. Csak akkor meg egy kis helyet így elvesztegetünk teljesen feleslegesen. Whatever! Valahol itt táncikál egy medve. Egyértelműen hallom. Az, hogy bent van valahol a nyomorult bokorba, és nem merek felállni egy emelvényre, meg ki fogják lőni alólom. Ez nem tudom, hogy mit akart. Ez végleg nem tudom, hogy mit akart. Komolyan mondom, emberek olyan random dolgokat tudnak csinálni, melyik véd jobban ez? Vagy ez? Ez 25, ez 80. Ó, ez egy fos, ez sokkal erősebb. És ott a medvénk. Látjátok, ha most elkezdtem volna emelvényről lőni, akkor tudja, hogy megölt volna a srác, mert csak kilövi alulom az emelvényt és készen is van igazából. Wow! Finally! Minél gyorsabban bele tudjunk kezdeni a gyártásba. Azt mondja, hogy gyereken is volt egyébként 40. Most, hogy hoztam be követ meg fát, szerintem elkezdek több sütőt craftolni. Illetve csinálunk fémajtót is. Oké, egy kicsit alakítottunk a bázison, itt lecseréltem ezt fémajtóra, ez pedig kikerült ide ez a fajtó. Ezt itt, ez valószínűleg kő lesz, ezt valószínűleg visszarakom kőpadlóra. Ezt le fogjuk ütni, és a mögötte lévő rész lesz a hatch, és itt egy ajtó bejáró lesz a hatchhez. Nagyjából ez a program. És pedig elmegyünk gyűjtögetni. A sütőket beüzemeltem, a sütők sütnek. És szerintem itt az ideje, hogy szedjünk komponens, meg ezt hasonló dolgokat. Nem is tudom, hogy merre kéne mennünk, igazából mehetünk erre, itt kapásból van is. Háj! 2v1! Szerintem nem jó volt az.
Na jó, van gyerekek, itt ezt a videót most befejezzük. Na mindegy, kicsit zavaró, hogy a szerveren ilyen 4v1-ek és 5v1-ek alakulnak ki néha-néha, és az embernek futnia kell össze-vissza. Szándékosan jöttem 150 fős szerverre, gondoltam ez a medium love pop, inkább medium pop szerver nekem tökéletes lesz, gondoltam solo playerek lesznek, meg kisebb csapatok, de van egy olyan sejtésem, hogy ez nem az a szerver, nem tudom, késő van már őszintén szóval is, egy kicsit el is vette a kedvemet a játéktól ez a sok szenvedés. Amikor 1v1-ek voltak általában nem volt probléma, 2v1-eknél sem nagyon voltak vészes problémák. Azért amikor már négyen jönnek ki a házból, amikor meglövöd az egyik társukat, aki farmol, és akkor öten elkezdenek íjazni. Hát őszintén szóval cseszhetem, hogy revolverem van, vagy táblagírem. Mindegy, lényegtelen. Ezt a videót itt most befejezem, remélem, hogy azért tetszett nektek. És mindenképpen megpróbálok valami folytatás összehez keválni, aztán meglátjuk, hogy mennyire jön ez össze. Igen, már durogtatnak össze-vissza mindenféle fegyverekkel, például az előbb Thompsonokkal jöttek rám. Na mindegy. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, és lájkoljátok ezt a videót. Ezzel igazából ki tudjátok nekem mutatni, hogy mennyire tetszett nektek ez a rész. És folytatjuk a következőben. Na, sziasztok!